Sziasztok, Nodal86 vagyok, és ez itt a Crafters Survival-nek egy ilyen külön kiadása. Itt van velem Sajtos. Sziasztok. Nem is a Survival, ez a Crafters Tech-nek a külön kiadása, amit beígértünk. Ebben a Railcraft-et fogjuk bemutatni, mint hogy kétszer egymás után nem sikerült, amikor terveztük. Úgyhogy most itt gyorsan egy ilyen külön részben bemutatjuk. Igazából, amire szükségetek lesz, azt itt beraktuk a Project Table-be. Első dolog az a Coke Oven Brick, ezt így kell lecraftolni, homok kell hozzá, meg sima brick. Ebből lehet Coke Oven-eket építeni. A Coke Oven-ek, azok itt vannak, úgy kell megépíteni, hogy építettek egy 3x3x3-as kockát, és a közepébe hagytok egy lyukat. Így szépen lépésről lépésre, és akkor összenő egy ilyen dobozzá, ez a Coke Oven. Ebben, ha szenet raksz, akkor abból lesz Coal Coke, ami olyan, mint a szén, csak másfélszer olyan hosszan ég. Tehát kétszer olyan hosszan. Kétszer olyan hosszan ég, még jobb. Illetve lesz belőle Creosote Oil, ami fontos ebben a játékban, bár ehhez úgy is hozzá lehet egyébként jutni, hogy simán szenet kiégettek egy sütőben. A másik ugyanilyen dolog, ez a Blast Furnace Brick, ez sokkal drágább. Ez egyetlen olyan készülék, amiben acélt lehet égetni. Ez ugyanúgy készül, mint a kisebb verzió, csak egyen magasabb, és a lyuk középen is kettő magas. Tehát itt ennek már csak itt be kell rakni egyet. Oda, igen, és akkor össze is nőtt Blast Furnace-é. Ebbe pedig alulra kell valami üzemanyagot rakni, felülre pedig üzemanyag vasat, pedig, és üzemanyag kér, csak összfaszén, vagy ez a kolkók lehet. Szóval azzal vigyázni kell. Igen, ezek az alapok. Nos, ezeket az építőköveket, tehát se a Blast Furnace Brick-et, se a Coke Oven Brick-et ne pakoljátok más alakzatba, mint egy teljes és befejezett Blast Furnace vagy Coke Oven-é, tehát igazából ezek is lagosítják, hogy itt vannak, mert ezek folyamatosan össze akarnak nőni, és ezzel rengeteg számolást kell elvégezni a gépnek. Szóval ezeket ne rakjátok így, vagy ne díszítsétek vele a házatokat, illetve ne lepődjetek meg, ha ezután, ha a házatok közelében mentek, iszonyatosan belaggoltok. Következő fontos dolog, ez a Rolling Machine. A Rolling Machine-ben lehet mindenféle sineket gyártani, most már nem lehet simán a vanília sín készítést használni, tehát itt szerintem nem működnek a receptek. Helyette itt vannak az alapreceptek, ez az alap sín, refined ironból lehet készíteni, steelből lehet, csak refined ironból lehet, nem lehet steelből? Lehet refined ironból, sima ironból, copperből, azt hiszem. És más mennyiségű standard rail lesz belőle. A standard rail-t ezután olyat nem raktál össze? Vagy az a crafting? Az a craftingesek már. A standard rail-t ezután egy crafting table-be kell vinni. Előbb össze kell rakni stone tie-ból, ami így készül. Stone tie, várjál, itt a másik oldalon is vannak. A rebar. rebar az hogy készült-e? Jaj, nem, nincs feliratozva, hogy melyikben. Rebar az itt van a Rolling Machine-ben. Szóval rebart Rolling Machine-ben kell készíteni, méghozzá úgy, hogy összerakunk három refined iron-t, abból lesz egy rebar, vagy iron-t, vagy más ilyen dolgokat, és ez rárakva három stone slab-re lesz egy stone tie. Négy stone tie-ból lesz egy stone rail bed, egyébként wood tie is lehet, ehhez creosote oil-ja kell, amit az előbb mutattam, és ezután, ha rápakoljuk a stone railbed mellé berakjuk a standard raileket, abból lesz a track, szóval igen, ennyivel van bonyolultabb a rail készítés. Itt van ebben a harmadikban egy track. Így, igen, így készül a track. És akkor még vannak ilyen különleges railek, mint például itt látható a high speed rail, ez nagyon drága, viszont itt látható, ezen alapból gyorsul a minecart, iszonyat sebességre képes, kanyarodni nem tud, illetve a kanyar előtt le kell lassítani, hogy ne robbanjon fel. Illetve van egy Advanced Rail nevű dolog, ez annyira nem drága, ez különböző trackekhez kell. Na, a trackeket gyorsan végigmutatom. Power Track, Detector Track és Track, ez az, ami az alap Minecraftban is szerepel, ugyanazokat tudják, mint az alap Minecraftban. A boarding track az olyan, hogyha nincs redstone alatt, akkor megfogja a minecartot, tehát egyből megállítja, ahogy ráér. Ahogy redstone-t kap, a nyíl irányába kilövi a minecartot.
A holding track ugyanezt tudja, csak a minecartot bármilyen irányba kilőheti, és abba az irányba fogja kilőni, ahonnan nem érkezett. Tehát ha jobbról érkezik, akkor balra indítja tovább. A one-way track azon csak az egyik irányból tud átmenni a minecart, a másik irányból nem. Amikor áramalat van. A control track az nem tudom mire jó. Az valahogy a szignállal van kapcsolatban, nem? Nem tudom, nem használtam jó, még. Nézzétek meg az irányát. Azt az irányát lehet megváltoztatni, merre kell menjen. Igen, talán az irányát lehet megváltoztatni, és így sebességvesztés nélkül, vagy valami ilyesmi, de egyébként railcrafting fent van. Launcher track, ez kilövi a levegőbe. Ez nagyon vicces, azt imádjuk. Olyat használtunk a költözésnél is. Priming track, az ha a TNT minecartot küldesz rá, azt berobbantja. A junction track, az egy ilyen kereszteződés, hogy egymás fölött menjenek át. A switch track az egy váltó, tehát ez egy professzionális váltó. Switch motorral vagy leverrel lehet váltani, és akkor vagy egyenesen, vagy egyik irányba kanyarodik el a minecart róla. Disembarking, meg coupling, ezek összerakják, meg szétszedik a minecartokat, hogy ilyen vonatokat alkossanak a vagonokból. Suspended tracket rakhatsz a levegőbe is, nem kell alá bármi. Gated one-way track, ez olyan, mint a one-way track, csak van rajta egy fence gate, amit a menőn néz ki. És akkor vannak, majdnem mindennek van fa változata, ami sokkal lassabb, viszont nagyon olcsó, illetve high speed változata, ami gyors, de veszélyes, illetve drága. És akkor vannak ilyen trainers trackek, meg van az elevator track, amivel függőlegesen lehet közlekedni. Igazából ezekről azért nem fogunk bővebb bemutatást csinálni, mivel ez mind fent van a wikin nagyon részletesen és nagyon könnyen érthetően. Ezért nem tartottuk érdemesnek, hogy egy ilyen egyszerű rendszert bemutassuk. Viszont most jön a nehéz része a játéknak, amit igazából sajtos tud jobban, úgyhogy átadnám neki a szót. Na, hát itt csináltam ilyen kisebb rendszert, amit arra használok, hogy a Bandit plankekből a Cocovenhez hasonlót megépítve egy ilyen víztartályt. A Bandit planket így kell kraftolni, és igazából van tovább. És ez a környezetből vizet termel lényegében, attól függ, hogy hol van, vagy esik az eső például. Ezt unloaderekkel, meg loaderekkel fogom elvinni ebbe a tankbe. Akkor, na mondjuk, elindítok egy vonatot itt a high speed rail előtt. Itt felgyorsul szépen, a gyorsítós nekem. Ott lelassul, hogy ne robbanjon fel a kanyarban, és ott megáll töltödni. Most, ha elindítok egy másikat, akkor alapvetően belerohanna és megállna a sín közepén, ezért használom ezeket a lámpákat, amit mindjárt mutatok pontosabban, és ezek a lámpák azt teszik lehetővé, hogy elindítja a megállt, most a éppen töltődő vonatot, és beáll a helyére. Tehát a következő lámpánál lévő vonatot elindítja. Ugye? Igen. Igen, azt csinálja. Amint megtöltődnek, és mennek tovább, itt fogják leadni a vizet az unloadereknél, amiket a sínek alá kell tenni minden unloadert, amilyen railcraftos, igen. És a sínek fölé egyébként a loadert. Igen, a buildcraftos pipe-okkal pedig átvezetem egy tankba. De ugye hogyan működnek ezek a lámpásdik? Először is csinálunk mondjuk egy osztopot, mert az ugyan szépen néz ki. Fogunk egy lámpát, rátesszük, hogy például így. Használj egy sima egyes lámpát, hogy ne kelljen elmagyarázni, hogy a kettes egyelőre hogy működik. Jól van, akkor is olyat. Azt hiszem, ezt megteszi. A lámpa a körzetében megnézi, ami 2 fel, 2 le, 4 pedig azon szinten, jobbra hátra, igen. Igen. Úgy kezdő, hogy először lefelé nézi meg, azt hiszem, aztán mellette és mit aztán néz meg? Használjuk ezt a Signal Block Surveyor nevezetű fantasztikus gépet, és hozzácsatoljuk. Várjál, hogy nem kell nekem is. Nei, megy. Megy, csak kicsit nehézkes. Signal block, nem signal tuner, signal block surveyor. Block surveyor. Ez van ezekhez a lámpákhoz. Rányomok jobb klikkel. Jobb egergomb ezen, és jobb egergomb a sín részlet végén. És a sín részlet végén, mondjuk itt? Ennél a lámpánál igen. Nem, a lámpánál fölötte. Lámpára? Igen. Jó. Successful. És akkor látom, most zöldre váltott a lámpa, mert nincs közötte vonat. Tehát összekötöttek, aha.
Igen, és a két lámpa közti helyen, hogyha megy vonat, vagy van, akkor kírja, és akkor változik a jele, amit lead. Küldj be közé vonatod? Majd belökom ezt. Pillanat, leütöm ezt a izét, aztán akkor be is jönhet. Az, hogy folyamatosan futnak, nem állnak meg töltödni. Tudod, ez sárga lett, az pedig piros. Aha. És ezt hogy tudjuk felhasználni? Na, ekkor a Signal Tuner nevezetű gépezet, és igen, a van egy nálam. Signal Receiver Box. Aha. Mondjuk Signal Receiver Box. Igen, van egy olyanom is. Ja, jó, már leraktál. És ezt hozzá kell kötni. Pillanat, csak nem működik, mert átalakítottam egy kicsit. Jó, most elvileg összekötöttem. A ezzel tuner, a felsővel. Tuner, melyik kell? Az elsővel. Igen, az azt hiszem sárgát fog felvenni. Sárga lesz, hogyha van közte minecart. Igen, kell redstone mondjuk. Redstone-t bele lehet vezetni, és ezt lead jelet, tehát hogy... Redstone-t lead, attól függően, hogy... Milyen színű. Folytassuk egy kicsit hamarabbról. Szóval... szóval ez redstone jelet ad, attól függően, hogy itt mit állítunk. Igen, mindjárt meg egy bátyjuk, hogy sárga legyen. Sárga. Sárgán adjon le, akkor azt frissítem. És most ez zöld, azért nem ad le jelet, de amint ide egy minecart, ami nem ér ide valamiért. Nem adtam neki. Újat, mindegy. Nem, mert itt áll, itt blokkolja. És szaggatok, és nem tudom átrakni a lámpát. Aha, visszafele küldtem egyet gonosz módon. Azt ne csináld, mert a sinek ugyanak megcsinálva. Ja, jó, oké. Akkor most sárga és adott jelet, igen. És akkor adját, például ezt használtam a motoroknál itt. És akkor ezt a jelet fel tudjátok használni. Például a switch motorokhoz. Bárhogy. És akkor itt a switch motor, az pedig átállítja a váltót, amikor redstone jelet kap, ugye? Tehát, hogyha itt áll például az egyik tankkart, akkor nem a másik nem ide fog jönni, mert átvált ez a váltó. És igen, ide... mert ez itt sárgát mutat. Ez itt jelet ad, és akkor átvált a váltó. Hogy erre felküldje a minecartot. Ott áll a két vonat, és látod, hogy... És akkor a harmadik felem megy, mert úgy vált. Igazából szerintem ennyi, amit szerettünk volna megmutatni. Meg a high speed-ekből még az, hogy ne robbantsák fel annyira. A high speed track után mindig rakjatok lassítást, ha kanyarodni akartok, vagy átváltani sima trackre, mert különben berobban. A többit igazából azért nem szeretnénk elmondani, mert mindent megtaláltok a wikin. És szerintem ennyi lett volna ez a bemutatás. További jó szórakozást a Minecraft-tól, sziasztok! Sziasztok!